Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. A következő két műsorunkban a közös agrárpolitikáról folytatunk beszélgetést, mégpedig a várható keretekről esik majd szó 2020 utánról, hiszen itt van már a nyakunkon. És én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos téma, vendégem pedig Papp Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai főigazgató helyettese. Tisztelettel köszöntöm. Jó napot. Nos, a kezemben tartok még egy 2017-es novemberi közleményt. Azt hiszem, ez az alapja a történetnek, hiszen ez úgy kezdődik, hogy fennáll a kockázata, hogy az unió előtt álló új kihívások, mármint a biztonság, a védelem, a migráció terhelést jelentenek a kapott támogató forrásokra. Azóta történt egymás, hiszen 2018. júniusában megjelent, de akkor a magyar agrárpolitikusok miként gondolkodtak erről? Először is itt két különbséget kell elkülöníteni. Az egyik az, amikor a pénzről beszélünk. Ugye az Európai Unió 7 éves költségvetési periódusokban dolgozik, most vagyunk a 14-20-as periódus közepén gyakorlatilag, és elindult a vita arról, hogy 2021 és 28 között mire is költse az Európai Unió a költségvetését. Ez egy, ahogy ebben a 17-es nyilatkozatban is szerepelt, egy nagyon komoly fenyegetettséget jelent a közös agrárpolitika tekintetében, hiszen olyan új témák, olyan új dolgok jelentek meg, amikre az Európai Unió szeretne több pénzt költeni, és fölmerült, hogy ennek eredményeképpen esetleg a közös agrárpolitikától vesznek pénzt. Az ezzel kapcsolatos kommunikáció májusban jött ki, már most hivatalos formában, számokkal, tanulmányozható formában, és utána rá egy hónapra, júniusban pedig kijött az a jogszabály, ami meghatározza, hogy maga a közös agrárpolitika hogyan működne. Tehát ezt mind a két dolgot érdemes végigvenni, egyrészt a pénzügyi részt, és utána, ha azt így végiglátjuk, hogy mire mennyi pénz lesz, akkor pedig azt, hogy azt a pénzt, azt milyen formában fogjuk kifizetni. Igen, mert ez a 2017-es közlemény is, legalábbis a közleményre adott reagálások is körvonalazzák, hogy milyen prioritások lehetségesek, illetve mi lenne a fontos, ugyanakkor meglehetősen fajsúlytalan mondják, tekintve, hogy nincs benne, legalábbis akkor még nem szerepelt benne konkrét ajánlás. Igen, ez a 17-es, ez egy ilyen előkészítő papírnak tekinthető. Most azért már mégis ugye közel 15 éve az Európai Unió tagja vagyunk, most már kezdjük megtanulni azt, hogy hogyan működik az Unió, hogyan készítenek elő ilyen változásokat, és jellemzően először egy ilyen politikai papír jön ki, utána egy kicsit már részletesebb, egy-egy fontos részletet megvillantó, de nekünk a nagy dátum az idén júniusban volt, amikor végre már számok is kijöttek, illetve a jogszabálynak a szövegszerű tervezete is kijött, tehát ami már ott tényleg el lehet gondolkodni, láthatóvá válik, hogy mit is szeretne a közösség 2021-et követően. És azért a számokban voltak nagyon komoly dolgok, amiről hát feltétlenül érdemes beszélgetni. Igen. Annál is inkább, hiszen a kezemben tartom ezt a tájékoztatót, ezt talán meg tudom mutatni, igen. Ez a tájékoztató füzet a közös agrárpolitika várható kereteiről, és nyilvánvaló, hogy a szaktárca mellett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara feladata, illetve a mi épülésünkre szolgáló feladata, hogy ez mi történjék. Nos, akkor a bizottsági tervezetekről essünk szó, hiszen a 2021-27 között időszakra vonatkozó uniós költségvetési javaslat az első, ami fontos. Aztán lesznek jogalkotási javaslatok is, tehát ez egy stratégiai tervezet, és azt gondolom, hogy az új kap, új keretek címszó alatt nagyon sok minden van. Kezdjük azzal, hogy a tagállamok jóval nagyobb mozgástérrel rendelkeznének a saját támogatáspolitikájuk kialakításakor. Abszolút így van, de még előtte kiadványra hadd mondjak valamit. Tehát azt érteni kell, hogy itt azért fontos a tájékoztatás, mert per pillanat ma Magyarországon a mezőgazdasági termelők jövedelmének egy nagyon komoly jelentős része az a támogatásokhoz kapcsolódik. Ez lehet, hogy ez nem mindenkinek tetszik, de ez a valóság. A kifizetett támogatások és a realizálható jövedelem között nagyon erős kapcsolat van. Ezért teljesen érthetően és jogosan a termelőket rendkívül izgatja azt, hogy ezek a támogatási jogcímek, támogatási összegek hogyan fognak változni. Ezért tekintjük mi ezt nagyon fontos feladatunknak, hogy tájékoztassuk őket, és nem kell kétségbe esni, hogyha valakinek nincs meg ez a kinyomtatott verzió, mert egyébként a honlapunkon ez megtalálható, és annyit szerettem volna elmondani, hogy ráadásul
mindig frissítjük. Tehát, hogyha kijön egy újabb tervezet, látjuk a módosításokat, akkor a honlapon mindig a legfrissebb verzió lesz megtalálható. Most a szabadságról akkor egy kicsit. Valóban így van. A kijött tervezet egyértelműen abba az irányba tett elmozdulásnak tekinthető, hogy az Európai Unió nagyobb szabadságot szeretne adni abban, hogy úgy érzéki, hogy a tagországok mégiscsak jobban ismerik a saját problémáikat, talán helyesebb döntéseket tudnak hozni azzal kapcsolatosan, hogy hogyan is kellene ezeket kezelni, milyen támogatási formákkal lehetne a legjobb eredményeket elérni, de azért azt szeretném jelezni, és gondolom erről még itt később a beszélgetésben visszatérünk, hogy azért ez egy látszólagos szabadság. Egy nagyon kemény kontrollt be is tett az Európai Bizottság ebbe, tehát első ránézésre szabadságnak tűnik, de minél jobban értjük meg a rendszert, hogy mit szeretnének, minél jobban látjuk át, hogy mi is mik is a tervek, egyre inkább úgy érezzük, hogy azért ez egy nagyon komoly kötöttségekkel járó szabadságok, és nyilván itt a tárgyalások folyamán nekünk az egyik legfontosabb feladatunk az, hogy ezeket próbáljuk levetkőzni, ezeket a kötöttségeket. Tehát keretek közé zárnak bennünket értelemszerűen, és hát ugye nehéz eldönteni, ez olyan, mint a játékos megfogalmazás annak, hogy ki van a rács mögött, az elítélt vagy a börtönőr. No, kezdjük az általános céllal, hiszen az élelmiszerbiztonság hosszú távú megteremtése nagyon-nagyon fontos. Ez a kap mit tesz ezért, mit vár el tőlünk, és hogyan lehet ezt fejleszteni, hiszen ez alapvető kérdés. Igen. Én nagyon köszönöm, hogy ezt a témát felhozzuk, mert őszintén szólva az ilyen beszélgetéseken általában ugye csak a közös agrárpolitikával kapcsolatos bírálatok szoktak elhangzani, és sokakban olyan érzés lett, hogy hát ez egy szörnyű dolog, ez a közös agrárpolitika. És ezért közben azt el kell ismerni, hogy ez egy több mint 50 éves múltra visszatekintő politika, közösségi szintű politika, ami egyébként talán azt kell, hogy mondjam, hogy az Európai Unió egyik, hanem a legnagyobb sikertörténete. Tehát azért ezzel a közös agrárpolitikával, ami 1962 óta működik, elértük azt, hogy ma a világon a legjobb minőségű élelmiszert itt állítják elő Európába, a világ legbiztonságosabb élelmiszerét itt állítják elő az Európai Unióba, és egyébként a világ legnagyobb élelmiszer exportőrei is vagyunk. Tehát ezért ilyen szempontból ez egy sikeres politika volt, de azt látni kell, hogy a klímaváltozás miatt, a fejlődő országok igényei miatt, a növekvő népesség miatt azért itt nagyon komoly új kihívásokkal kell szembesülni, és azt gondolom, hogy itt például az idei nyár is, az idei év is azt bizonyította, hogy itt már nem teóriákról beszélünk, hanem konkrét reagálások, konkrét cselekvések kellenek azért, hogy tudjunk alkalmazkodni például a megváltozott természeti környezethez. Pontosan ezért rendkívül fontos a környezettudatos gazdálkodás. Tehát addig, aki ezt csak szép jelzőszerkezetnek gondolta, annak rá kellett jönnie, hogy igenis enélkül nem működik az ön által is említett élvonalban maradás, mert itt a fejlődésről ne beszéljünk, hiszen most a megmaradás a tét, hiszen a klímaváltozás egy rendkívül nagy kihívás mindenkinek. Így van. Egyébként én azt gondolom, hogy maga a mezőgazdasági termelő, egy gondos mezőgazdasági termelő a legérdekeltebb abban, hogy a természeti környezet körülötte az megmaradjon úgy, hogy ő képes legyen ott hosszú távon is a gyerekei is jövedelmet termelni, de oda kell figyelnünk, új módszerekre, új megoldásokra kell nyitottnak lennünk, és egyébként ilyen szempontból ez a közös agrárpolitika ad lehetőségeket, tehát vannak benne olyan pozitív elmozdulások, amik reméljük, hogy majd 2021 után a mostaninál egy egészségesebb, kevésbé bürokratikus rendszert eredményeznek. Mielőtt a stratégiai tervről beszélnénk, hiszen ez rendkívül fontos, a vidéki térségek megerősítése, illetve a digitalizálása, az innováció, ezek rendkívül fontos szakszavak a mezőgazdaságban, és el kell érjük azt, hogy ezt vegye komolyan mindenki. Márpedig a vidéki térség megerősítéséhez ez kell. Igen, nagyon nehéz kérdés, ezt hadd mondjam el. Ugye itt egy olyan közösségről beszélünk, ami Angliától Romániáig terjed, Finnországtól Portugáliáig. Nagyon mások a vidéki problémáink. Azt hadd mondjam el, hogy Nyugat-Európában a szegénység az egy városi jelenség. A szegény emberek jellemzően a városban élnek. Vidéken élni az jellemzően egy magasabb életminőséget jelent Angliában vagy Franciaországban. Mi itt Kelet-Európában egy más helyzetben vagyunk. Nálunk a szegénység sokkal inkább vidéki jelenség, sokkal inkább szükség van a klasszikus infrastruktúrális fejlesztések
területre a vidékies jellegű részein az országnak, és ezért ugye egy nagyon más is a hozzáállásunk ez a kérdés, ez más megoldásokat tartunk fontosnak, hogy elérjük azt a célt, hogy megmaradjon valóban vidéken az ott élők, és ott olyan életfeltételeket biztosítsuk nekik, hogy ők ne érezzék úgy, hogy az egyetlen megoldás az, hogy bemennek a városba. És ez rendkívül felelősség, és köszönöm, hogy kimondtam, mert eddig elmismásoltuk, valljuk meg, a vidéki és a városi lét kettősségében rejlő rendkívül sok hiányosság van vidéken. Ha azt mondjuk, hogy a Kárpát-medencében ez különösen így van, akkor nem mondunk nagyot ezzel. Az egy fontos dolog, azt hiszem, hogy ez nem a közös agrárpolitikának az egyedüli felelőssége. Világos. Tehát azért ebben vannak más fejlesztés politikák is, akiknek van szerepe, de én azt gondolom, hogy mindenkinek az a célja, hogy Magyarországon is vidéken olyan élettereket teremtsünk, ami nem ösztönöz senkit se arra az, hogy a város irányába. Így van, és ez Magyarországon különösen fontos, a mezőföldön pedig hát tekintve, hogy itt élünk, hadd legyek elfogult még inkább. Igen. Tehát stratégiai terv. Hogy vonja be a kormányzat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát a stratégiai terv megvalósítása, először is elkészítésében, majd utána megvalósítására? Igen. Ami nagyon fontos, hogy most még nem tartunk ott, hogy stratégiai tervet készítsünk. Ugye ez 2021-től lesz majd ez a rendszer érvényben, és most még egyelőre arról folyik az alkudozás az Európai Bizottsággal, hogy mi szerepeljen ebbe a stratégiai tervbe, hogy nézzen ki, és ennek milyen legyen az elfogadási folyamata. Ugye a mostani reform a legnagyobb, legerősebb változása az az, hogy azt mondja a bizottság, hogy minden támogatásnak kell, hogy legyen valamilyen célja. Nem azért adunk támogatást, mert tavaly is adtunk támogatást, meg tavaly előtt is adtunk támogatást, hanem minden támogatás mögé oda kell tenni egy célt, egy konkrét indikátorral, egy konkrét mutatóval, amit azt mondjuk, hogy ezt a támogatást azért adjuk, mert ezeket meg ezeket a célokat szeretnénk ezzel a támogatással elérni. A stratégiai terv az gyakorlatilag ezeknek a gyűjteménye, amiben leírjuk, hogy mi milyen jogcímen, milyen támogatásokat adunk, és azokkal a támogatásokkal mit szeretnénk elérni. Én azt gondolom, hogy azzal önmagában, hogy ilyen stratégiai tervet kell készíteni, ezzel nincsen senkinek se problémája. Ez egy elfogadható dolog, hogy igen, rendeljünk célokat a támogatásainkhoz. Nekünk amennyire én tudom, mind a magyar kormányzatnak, mind nekünk is, mint kamara, a legnagyobb problémánk az, hogy ezt a stratégiai tervnek az elfogadását, ezt egy európai bizottsági jóváhagyáshoz kötik. Tehát az Európai Bizottság megnézi majd az általunk leadott dokumentumot, és ő dönti el, hogy ezt elfogadja. Miért probléma az ez a dolog? Ez azért probléma, mert beleszólhat ezekbe az indikátorokba. Tehát azt mondja, hogy ő ezt a nem tudom én milyen indikátort, amit mi az anyatehén tartáshoz, vagy a tartáshoz kötöttünk, azt nem fogadja el, vagy nem azon az értéken fogadja el. És itt válik igazán nehézé a dolog. Erre mondtam azt, hogy ez a szabadság, ez egy nagyon furcsa dolog, mert akkor itt egy óriási küzdelem alakul ki, hogy mi legyen az az indikátor érték, amit mi elfogadunk. És azért van egy dolog, ami nekünk, akik ebbe a világba élünk, az agrárközigazgatásban mindennél fontosabb. Ez az, hogy a terület alapú támogatás ki legyen fizetve. Mirem. Október 16-án a mezőgazdasági termelők kapják meg az előleget, és minél hamarabb pedig az egész terület alapú támogatást. És attól, mivel a jogi dokumentum úgy szól, hogy amíg nincs elfogadva a stratégiai terv, addig nem fizethetőek ki a támogatások, ezért úgy érezzük, hogy gyakorlatilag ezzel a bizottság kvázi minket tud zsarolni, hogy minél gyorsabban elfogadjuk a stratégiai tervet, akár hát hosszú távon nem elfogadható kompromisszumok mentén is, és igazából most a vita arról szól, hogy mi elfogadjuk, hogy legyen stratégiai terv, de azt szeretnénk, hogy a közvetlen támogatások esetében ők ne szólhassanak bele, hogy ha mi betartjuk, amit a jogszabály előírt, oda tesszük az indikátort, akkor nekik csak annyi dolguk legyen, hogy megnézzük, ott van az indikátor, rendben van. De ne kelljen arról hónapokig egyeztetnünk, hogy annak mondjuk milyen tartalmi részei vannak. Nyilván, hiszen nem is ismerik a belső viszonyokat. Egyéb iránt ez egy tipikus circulus vitiosus, tehát egy hibás kör. Igen. Tehát itt rejlik a legnagyobb probléma. Milyen kritériumrendszer mentén fogalmazzák meg ezeket?
Azt kell, hogy mondjam, hogy ugye erről folyik most a vita, hogy melyek legyenek azok az indikátorok, azok a mutatók, amiket el kell érni. Azt látjuk, hogy aminek egyértelműen növekvő szerepe van a 2021-es támogatások tekintetében, azok a környezeti, természeti szempontok. Tehát, hogy próbálják a támogatásokat abba az irányba tolni, hogy valamilyen környezeti, klímavédelmi célokat tűzzünk ki, hogy azokat próbáljuk meg teljesíteni a támogatásoknak a segítségével. Tehát ilyen típusú előírásokra kell gondolni, mondok egy nagyon egyszerű példát, tápanyaggazdálkodási tervnek a készítése. Tehát azt mondják, hogy az Európai Unióban az elmúlt évtizedekben egy komoly problémát okoz az, hogy a talajnak a szerves anyagtartalma csökken, és ezért valószínűleg, de ezek még nem eldöntő dolgok, valószínűleg 2021-től minden mezőgazdasági termelőnek, legalábbis akik jelentősebb területen gazdálkodnak, készítenie kell tápanyaggazdálkodási tervet, és oda kell figyelni arra, hogy a talajnak a szerves anyag tartalma az hát javuljon, hosszabb távon jobb legyen, mint amilyen most. Öntözés. Ez is beletartozik? Az öntözés az egy ettől elkülönített dolog. Az öntözésben nekünk egy nagyon súlyos problémánk itt Magyarországon, hogy Nyugat-Európának az a része, amelyik igazán, vagy nem is Nyugat-Európát mondanék, hanem Dél-Európát, az a része, amelyik igazán érintett az öntözési kérdésekben, tehát hogy valóban öntözni szeretne, azok az országok már jellemzően kiépítették az öntözési kapacitásaikat. Tehát aki járt már valaha Spanyolországba vagy Portugália, az tudja, hogy a nyári időszakban a folyók alig jutnak el a tengerig. Gyakorlatilag amennyi vizet ők tudnak, azt már most is kiöntözik. Az öntözött terület nagysága ezekben a mediterrán országokban vannak olyan régiók, ahol a 20-25%-át is eléri a teljes termőterületnek. Na most nálunk ez nem így van. Nálunk jóval alacsonyabb ez az arány, és ez egy komoly probléma, és mi nagyon szeretnénk öntözési fejlesztéseket, de mivel a bizottságnak a nézőpontja ugye az, hogy sajnos az a vízmennyiség, ami rendelkezésre áll, az egy korlátozott mennyiség, ezért nem igazán támogatja az új öntöző beruházásoknak a megvalósítását. Egyébként ez egy nagyon fontos területe a tárgyalásoknak, hogy mi szeretnénk elérni, hogy más szabály vonatkozzon azokra az országokra, ahol mondjuk az öntözött területnek az aránya meghaladja az 5-10%-ot, mint azokra az országokra, ahol ilyen 1-2%, mint Magyarországon. Egyébként sajnos, hogy ezt mi úgy szoktuk mondani a szakzsargonban, hogy Magyarország egy víztermelő ország, Magyarországról sokkal több víz folyik ki, mint amennyi befolyik, tehát Isten igazából nekünk bőven vannak tartalékaink ezen a területen, és a tradícióink is azt mutatják, hogy jóval több területet lehetne Magyarországon öntözni, mint amennyit most öntözünk. Tehát ugye most a termeléstől független támogatásokról beszéltünk. Ennek az összegszerűsége hogy jelenik meg? Arányosítsunk. Ez folyamatosan nőhet a stratégiától, illetve vagy pedig ez egy lefektetett alap, és azon belül kell gazdálkodniuk. Ezt körülbelül úgy kell elképzelni, hogy Magyarországra 1300 millió euró jutott az elmúlt közel 10 évben ilyen típusú közvetlen támogatásokra. Ebbe bele kell érteni nem csak a területalapú támogatást, hanem az egyéb termeléshez kötött támogatásokat is. Sajnos, és ezért mondtam, hogy itt a számokról is beszélnünk kell, sajnos a mostani tervezetben, a költségvetésre vonatkozó tervezetben az szerepel, hogy ez az összeg egy kicsit csökkenni fog. Körülbelül 3,9%-a a Magyarország esetében. Egyébként ezt mi rendkívül méltánytalannak érezzük ezt a csökkenést, ugyanis ennek a csökkenésnek az az alapja, hogy az Európai Unió különböző tagországaiba a hektáronként kifizetett támogatás összeg az különbözik. A balti államokban, ahol a legalacsonyabb, ott épp csak, hogy meghaladja a hektáronkénti 100 eurót, ilyen maximum 150 euró, az európai 27-ek átlaga, az egyébként körülbelül pont ott van, ahol a magyar kifizetések, ez a 250 euró per hektár, de vannak olyan nyugat-európai országok, mondjuk mint Hollandia, ahol 400 euró környékén van az egy hektárra kifizetett támogatás. Miért is? Bocsánat. Mert ennek egy történelmi oka van, még a 90-es években, amikor kialakították ezt a támogatási rendszert, akkor a támogatási rendszer alapja az volt, hogy 1992-ig az EU egy úgynevezett
intervenciós ár segítségével egy minimál árat biztosított az európai mezőgazdasági termelőknek szinte az összes szektorba, tej, gabona, sertés szektorba, és amikor ezeket az intervenciós árakat elkezdték lecsökkenteni, mert már nagyon sokba került ennek a rendszernek a fenntartása, akkor azt mondták, hogy azokban az ágazatban, dagban, ahol csökkentik a támogatást, azokban, vagy nem a támogatást, hanem az intervenciós árat, azokban az ágazatokban adnak támogatást a termelőknek, hogy az árcsökkenés miatti, hát hogy mondjam, veszteségüket kárpótolják. Ezért van az, hogy az Európai Unióban a gabonaágazatban van támogatás, mert ott volt a legnagyobb intervenciós árcsökkentés. Na most, mivel ennek az alapja a 90-es években megtermelt átlagos gabonamennyiség, ezért ez nagyot szór a különböző tagországok között ez az összeg. Egyébként ennek a kiegyenlítése már az előző reformban 2014-ben megindult, de még mindig van különbség. A mostani reformban se az szerepel, hogy a 2028-ra elérjük azt, hogy az egységes legyen, és mindegyik országban ugyanannyi legyen, de megint szerepel benne egy újabb lépés abba, hogy akik az átlag alatt vannak, azokat közelítsük az átlag irányába. És ami a mi problémánk, ami miatt mi ezt rendkívül méltánytalannak érezzük ezt a mostani metodikát, az az, hogy 2013-ban ezt a kérdést úgy kezelték, hogy aki átlag fölött volt, attól elvettek egy kicsit, és azt adták oda az átlag alattiaknak. Aki pedig az átlag 90 és 100%-a között volt, tehát körülbelül az átlagon volt, ahhoz nem nyúltak hozzá. Most meg mindenkitől elvesznek pénzt, és utána azt adják oda az átlag alattiaknak. És ezt mi magyarok, akik ugye körülbelül az átlagon vagyunk, rendkívül igazságtalannak éljük meg, hogy egy magyar, a magyar borítékból, amit Magyarország kap, ugyanúgy 3,9%-ot vettek el, mint a holland borítékból, vagy mint a francia, igen, vagy a német borítékból. Úgyhogy ez az egyik ilyen fő tárgyalási pontunk, hogy ezzel ellen tiltakozunk, hogy ne így történjen ez a csökkentés. De visszatérve, bocsánat, az eredeti, igen, kérdésre, hogy mennyi pénzünk lesz, azért ez önmagában nem egy olyan óriási összeg. Tehát nagyságrendileg körülbelül ugyanakkora lesz az egy hektára jutó támogatásnak az összege 2020 után is, mint amennyi most is. Nyilván erre azért per pillanat jelentős befolyása van a forint-euró árfolyamnak. Az, hogy az 300 vagy 320 forint, az jóval nagyobb hatást gyakorol a kifizetésekre, mint az, hogy 3,9%-kal csökkentsük. De ahhoz, hogy ez a támogatás kifizetésre kerüljön a mezőgazdasági termelőknek, azért ahhoz más feltételeknek kell majd megfelelni, mint most. A továbbra is a termelés az nem köthető támogatás. Igen. Az egyik legfontosabb, és számtalan eset már szól róla, a fiatal mezőgazdászok kiegészítő jövedelem támogatása egyik oldalról, a másik oldalról pedig az a rendszer, amelynek mentén több fiatal választhatna, hiszen valljuk be, Magyarországon különösen ez veszélyt rejt magában, egyre öregszik a mezőgazdaságban dolgozók életkora. Nem csak Magyarországon, az egész Európai Unióban ez egy rendkívül súlyos probléma. Azt kell, hogy mondjam, hogy a statisztikák alapján igazából két olyan ország van, Hollandia és Lengyelország, ahol talán ez nem a legakuttabb probléma, tehát ahol úgy látszik, hogy van elég utánpótlás, de egyébként az összes európai országban egy nagyon komoly problémát jelent, hogy sajnos egyre kevésebben akarnak mezőgazdasági tevékenységet folytatni, és ezzel párhuzamosan az átlagos, a mezőgazdasági termők átlag életkora az egyre magasabbra kúszik. És itt mondanám azt, hogy azért ennek a reformjavaslatnak vannak pozitív elemei. És az egyik pozitív eleme az például pont az, ami ezzel a generációváltással foglalkozik, hiszen eddig is lehetőség volt arra, hogy a területalapú támogatás vagy a közvetlen támogatások 2%-át a fiatal mezőgazdasági vállalkozóknak adjuk oda, de eddig egy rendkívül szigorú rendszer keretében lehetett kitalálni, hogy ki kaphat támogatást, meg ki nem. Tehát a valóságban, amit valóban oda tudtunk adni a fiatal gazdáknak, az az összes támogatásnak a 0,2%-a volt. Tehát még a 0,5%-a se. És most ez a papír, ez azt tartalmazza, hogy a teljes közvetlen támogatási keretnek legalább a 2%-át a fiatal gazdákra kell elkölteni. Ugye, mindenképpen. Ugye méltatlanul kevés szó esik, hogy a kaphoz hozzáteszi értelemszerűen a kormány is a magáét, és ez így egységes egész, tehát amikor arról beszélünk, hogy milyen egységes a mi rendszerünk, akkor ez egy újabb adalék ahhoz, hogy nagyon fontos, hogy számíthassunk Európára is, és ne nekünk kelljen a csökkenő támogatásokat kiegészíteni, hiszen enélkül nem lenne működőképes az agrárgazdaság.
Igen, a három, nyilván van sok kis apró láb, de három alapvető lába van a magyar támogatási rendszernek. Az egyik a közvetlen támogatások, amiknek a finanszírozása teljesen közösségi szintű, tehát ez a körülbelül évi 420 milliárd forint, mondom, ez nagyban függ attól, hogy a forint-euró árfolyam is hogyan alakul, ez teljes egészében Brüsszelből érkezik, ez az egyik, ezt hívjuk ugye egyes pillérnek, a kettes pillér a vidékfejlesztési támogatások, amik társfinanszírozott konstrukciók, ott az átlagos arány az az, hogy a kifizetett támogatásoknak körülbelül a 83%, ami közösségi pénz, és 17% az, amit a nemzeti költségvetésből teszünk mellé, majd erről remélem később még beszélünk, mert a jövőben szeretnénk, hogyha ez az arány kicsit magasabb lenne, és több pénzt tenne ebbe a dologba a magyar költségvetés, és a harmadik, ma már legalább ugyanilyen fontos láb, azok a nemzeti támogatások. A magyar állam az elmúlt években évente közel 100 milliárd forintot elköltött különböző nemzeti jogcímeken kifizetett támogatásokra, állatjóléti szerkezet átalakítási támogatásokra. Ebben egyébként kifejezetten sikeresek vagyunk, és én azt gondolom, hogy ennek a mostani reformfolyamatnak az egyik fő okozója is egy kicsit ilyen szempontból Magyarország, mert mára ezt a nyugat-európaiak is látják. Tehát mára azért Nyugat-Európában is érzékelhetővé vált az a dolog, hogy mondjuk egy tejelő tehén vonatkozásában az Európai Unió 28 tagországának a tekintetében Magyarországon a legmagasabb az egy tejelő tehénre jutó támogatás. És azért ezt elkezdték ők is irigyelni, és ezért is vezettek be lazításokat a közösségi agrárpolitikában, mert ők is lehet, hogy szeretnének ilyen típusú támogatásokat adni. Legyen úgy, mi pedig csináljuk a dolgunkat. Azt hiszem, hogy a mai adásban az alapvetéseket megbeszéltük. Köszönöm, hogy megtisztelt. És kedves nézőink, ezzel folytatjuk, hiszen úgy fejeztük be ezt a beszélgetést, hogy a pillérekről esett szó. Ezzel folytatjuk a következő műsorban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Minden jót kívánok, viszontlátásra. Köszönöm.